Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a Don't Starve Together! És a mai nap folyamán nem egyedül fogok belevágni a Clay Entertainment rajzolt világába, hanem egy nagyszerű ismerősöm társaságába, aki nem más, mint Makam! Szervusz, Makam! Sziasztok, hello, hello! Úgy döntöttünk, hogy ezt a nagyszerű multiplayer játékot, mivel már Together Multiplayer, ketten fogjuk megostromolni, úgyhogy nem is húznám nagyon az időt, a hostról fogok egy pár szót mesélni nektek, méghozzá a mi világunkról ki is keresem, hogy melyik a miénk. A világ az teljesen átlagos, semmilyen beállítást nem történt a játék folyamán, ugyanúgy bent vannak a barlangok, minden defaulton van, a térkép méret az large, ugyanúgy, mint az erdőben, mint pedig a föld alatt. Kettő karaktert indítottunk, az egyik Weber nevű karakter, aki gyakorlatilag egy kisfiú volt, de egy pók megette, és a pók plusz az ilyen varázslatos dolgok hatására Weber pók fiúvá vált. És a pókok nem támadják meg, a szörnyhúst meg tudja büntetés nélkül enni, és ami igazán pozitív, hogy három naponként elkezd nőni a szakálla. Ezáltal azt, hogyha levágjuk, akkor szilket kapunk, amiből tudunk ruhát készíteni. Az én karakterem pedig Wolfgang, akinek az a képessége, hogy ha túl eszi magát, akkor nagyra nő, és 1,2-es lesz neki a mozgási sebessége, az ereje pedig duplázódik. És nekem a sanity-m kezd nagyon-nagyon rommá válni, mert 200-ból 76 van. És már megjelentek a rémálmaim. Ajaj. És úgy döntöttünk, hogy itt nagyjából a... hát a spawn helynél fogunk élni, és itt fogunk tevékenykedni, és itt fogjuk építeni a bázisunkat. Abszolút. Mivel ez központosítottan jó helyen van, szinte minden elérhető, ezért gondoltunk, hogy ide a legelső területre fogunk megérkezni, mert éjszakon húst tudunk összeszedni, így a macska... Egy macska van? Macskából egyetlen egy darabot. Viszont, ha jól emlékszem, vannak bifalók, meg nyulak éjszakra, délre pedig ott van a disznó király. Így van. Hát meg minden, tehát nagyon jó helyen van igazából, tök közel van hozzánk minden. Úgyhogy ez nekünk nagyon nagy elég. Ó, van, de nevér, igen, most látom. Igen, igen, itt kibányáztunk, itt kiszedtünk szerintem egy az én lejárót. Voltam. Nem kellett volna. Az most meg fog támadni. Hoppá! Ja, várj, vissza kéne hozat itt a járvóta. Próbálom nagyon ütni őket. Ez jó lesz, mint a bot, az majd behetetni a pókokat. A szárny az nagyon jó, mert életet is ad, hogyha megeszed. Csak először meg kell sütni. Sanity-vel hogy állsz? Ó, nagyon jó, 84-es a 100-ból, úgyhogy ez teljesen... 100 sanity-t van? Aha. Hű, az nem annyira sok. Hát, de legalább kevés virág kell. Jogos. Összeszedtem néhány pillangót, szám szerint 10-et, azzal is tudjuk majd tölteni az életünket, amíg még zöld. Van nálam 6 darab arany, úgyhogy elkezdhetjük a bázisokat. Nálam is van 4, úgyhogy igazából fát kéne vágni, úgyhogy nyomok is egy boltát. Én azt mondom, hogy telepedjünk le itt a hurokba. A füves területen, a szalmás területben van ott egy hurok. Azért is, mert ha valami megtámad minket a bázisba, könnyű mozgási, nagyon mozgási terünk lesz az útnak köszönhetően. Jó, rendben van, oké. Ide lerakom a Science Machine-t, ez fog nekünk segíteni abba, hogy túléljük ezt az egészet. És ami nekem nagyon hiányzott most, az pedig a backpack. És ezt tudunk craftolni is, ugye? Persze. Itt, hogyha idejössz a Science Machine-hoz, a Tier 1-es tudományok elérhetőek lesznek. A túléléshez szükséges dolgok, például esernyő, pókháló, madárcsapda, sima csapdát tudunk csinálni. Valamint a kajához tudunk most már krokpotot készíteni, ami most nagyon fontos szerintem az, hogy megfelelő mennyiségű fát vágjunk ki annak érdekében, hogy loxuitot tudjunk csinálni. Hát meg chestet, ami belepakolunk, mert én például most nem is nagyon, mondjuk ott ledobom a Science Machine mellett a... Van nálam valami festive bubble, ez nem tudom mire jó. Ez szerintem karácsonyfa dísz amúgy. Igen, igen, igen. Lehet karácsonyfát Candy is ültetni. Kaptam valami... Ja nem. Kaptam, ja, várjál, this requires more science. Ops, itt van egy láda, amit tudok nyitni. Mit kapok? Uha. Riding boots. Na. Fölrakom. Szuper, az ilyen lovagló csizma, nem?
Wow, de jól nézett ki. Hát most már az is van rajtam, tehát a kék szoknya mellé ez abszolút illik. Igen, nagyon-nagyon érdekes kombinációkat ki lehet hozni a játékban. Hát meg van ugye a virágkoszorú a fejemen, tehát teljesen jó az egész. Ez egy kislánypók. Ez nem fiú. Ó, és esik az eső. Ez nem lesz probléma. Ahogy elkezdjük a játékot az első szakaszában, még 1-2%-ot megy fel majd az elázottságunk. Úgyhogy nem jelent gondot, viszont a következő évtől kezdve a második ősz már ugyanolyan csapadékos lesz, mint a tavasz. Lehet, hogy a fenyőfákat hanyagolni kéne, mert akkor nem jön az a törny, hogyha a másik fát ütjük. Hogyha a kerekfát ütöd, akkor is jönni fog szörny, hogyha a terméketlen fenyőt, mi terméketlen fenyőnek hívjuk, de megvan ennek a külön megnevezése, akkor is jöhet szörny. Igen. Úgyhogy nem ússzuk meg az erdő őrét. De az egyik legegyszerűbb kicsi boss, szóval nagyon könnyen ki lehet nyílni, és... Fel kell gyújtani. Hát igen, az mondjuk mindenféleképpen segít. És én csinálok szerintem egy ásót, és elhozom innen jobbról fentről azokat a dolgokat, amik használhatóak lesznek nekünk a továbbiakban. Bármelyik szegmensében vagytok a játékba, 2 bot és 2 darab fű mindig legyen nálatok, mert hogyha az éjszaka eljön, és nincs nálatok valamilyen alapanyag, vagy nincs nálatok ilyen fénygolyó, hogy feltöltsétek a sisakot, vagy a lámpásotokat, egy fákját mindig tudni kell csinálni. És amíg nincsen tél, addig az végig viszi az egész éjszakát. Ez nagyon jó fény fog adni, de tudunk itt követ bányászni addig, amíg ezek itt leégnek. Ja, igen. Milyen jó lenne, ha lenne. Ja, de van, annyi helyen pont van. Mind van, mind a három dolog van nálam, ami eshet belőle. Úristen, mekkora fénye van ennek. Nagyon nagy. Brutális. Hát egy erdő tűznek elég nagy fénye szokott lenni. Igen, abszolút. Van olyan, hogy randomban egy fa eldob egy faszenet, és az a másik hatására fel is gyullad. Itt látjátok jobb oldalt az élet alatt, hogy hány fokosok vagytok. 65 foknál elkezd izzani a képernyő, és mutatja a karakter lihegésével, hogy nagyon melege van. 70 foktól pedig már fizikai sérülést fogtok elszenvedni a hőhatására. Az jó. Most megy szépen fölfelé, 37-30, direkt így mellé álltam, hogy mutassam is, amit mondasz. 41, 42... És igen. Éppen kigyulladt egy faszén, és most kigyújtotta azokat is, amiket dobott a fa, úgyhogy vagy észre csináljátok, ellentétben velem, vagy pedig megvárjátok, amíg kompletten leég az egész, és aminek mennie kell, az fog csak elmenni. 6 darab faszint kell gyűjteni ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni a croppotot. Én mindig célszerűnek tartom egynél több croppotot felállítani, valamint a hűtőkből is egynél több az, amit én ajánlani tudok. Mert igaz, hogy egy hűtőbe bele lehet pakolni megfelelő mennyiségű nyersanyagot, viszont hogyha nagyon sokfajta élelmiszert akartok tárolni, akkor kell a két hűtő. Igen, egyikben a nyersanyag, másikban pedig a kész étel. Ami részemről egy nagyon szerencsés dolog, az az, hogy találtam egy sétapálcát egy bukott túlélőnél a földön, úgyhogy a játék első szakaszától gyorsan tudok rohangálni. Ami eszméletlen király. Ja, nagyon gyorsan futsz, igen. Egy-két jó dolog, hogyha nem csináltatok sok mindent, és a szenétitek az nagyon lecsökken, akkor tudtak egy olyat csinálni, hogy vannak ezek a kis villanykörték. Ez azt jelenti, hogy valamilyen prototípust el tudtok készíteni. És ha egy prototípust megcsináltok, növekszik a szenétitek. Most megcsinálom én ezt a kőkockát, és 154-ről 169 lett a szenétitek. 15 szenétit kaptok egy prototípusért. Tehát a játék első szakaszába simán végig lehet így gyalogolni fokozatosan az alapdolgokon. Most már állandó tűzhelyünk is van. Megint megjelent ez a kis ajándékdoboz fönt, úgyhogy mindjárt oda megyek megint. Fú, rengeteg ajándékot kapsz. Nem tudom miért. Mondom, mert még keveset játszottam a játékkal. Ah, Uánó, hoppá. Az jó, azzal lehet rágyázni. Kiskertet is kell majd csinálni. Farming szimulátor. Igen, részben az a játék. Megpróbálom. Á, Chester! Sugar cookie. Na, van itt. Meg itt van ez a cukorka a földön. Az is ad valamennyit, bár nem sokat. Az szenitit adott. Semmi kaját, az szenitit adott. Nem sikerült. Megeszem a karácsonyfa díszt is a útban. Oké. Okay. Fájni fog, de... Megnézem, hogy hol van valami, amit meg tudunk enni. Vannak pókok, és a... Tényleg elmehetsz egyébként nyugatra a pókokat megint lefarmolni. Ja,
Az jó, csak kéne hús hozzá. Ú, tényleg. Akkor valakivel meg kellene ütköznünk, vagy pedig szereznünk valami kaját. Egy nyuszit kéne leütni. Azt, hogy gyere ide. Vagy pedig ledobni. Hát alkonyatkor az a baj, hogy a nyulak visszamennek a nyúlüregbe, úgyhogy én... De ez most kint maradt. Ennek itt az ürege. Itt lenne, pontosabban. Na. Haha, megvan. Kinyírtad? Aha. Ó, szuper. Mert meg volt az üreg, aztán szembeálltam, mert nem tudott szegény visszafutni. És akkor elkezdett felém jönni, hogy gyorsan. Megvan a hús? Na. Aha, úgyhogy megyek, megetetek egyet gyorsan. Vagy most alkonyat. Áh, jó lesz, buli lesz. Van nálam minden, hogy okay. Fákját tudjak csinálni. Gírünk az van-e? Ú, de ne vérek. Ezt nem lehet megetetni? Nem. Azokat agyon kell ütni. Azokat agyon verjük. Nincsen botom, ezt nem hiszem el. Ott van egy. Jó, csak kettő ütésben meghaltat akkor. Igen, 50 életük van a denevéreknek, úgyhogy abszolút nem jelentenek kihívást. Ellenben, hogy sokan vannak, az már sokkal bosszantóbb. Igen. Jó, behúzom a pókok közé. Gyors, itt megetetek egy pókot. Pont nem látom. Hát én ezt kiütöm. Sokat értem bele. Itt van a boss, ezt kell megetetni. Megette? Találtál valami bosst? Hát a pók, tudod ez a... Pók királynő? Spider, aha, a Spider Warrior. Ja, az csak kettes szintű. Hát de 400 élete van. Tudom. Én nem is szeretem, nem azért mondtam. Azért az elég jó, már arra, hogy a haverom legyen. Igen. Az új megbízható forrás. Ezzel lehet farmolni. Na akkor azt mondja, hogy... Ilyesszük ezt a közönséget.